benne, mert diákolimpiás esernyőskacok, nem? De viszont diákolimpiás póló van, ami rajtam van, de emellett van pulóver is, aminek a linkje ott van a leírásba, kattanjatok rá és vásároljatok, nézzetek szét! Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok skacceríjó! Az én nevem Bere Martin, Nudless, yes! Yes! Hétvégén Szombathelyre megyünk, az 5.-6. korcsoportos országos labdarúgó diákolimpiára! Így labdarúgás! Tudok focizni, maradjunk annyiba, úgyhogy nyugodtan kihívhatok bármilyen challenge-re, én készen állok rá. A versenyidőpontja 2019. május 10-től 12-e. 20 megye bajnok csapata fog egymással megmérkőzni, akcióba lendülni, a Király Sport létesítményben. Mielőtt ismertetném a programokat, azelőtt szokásosan, mint a többi beharangozó videómban, néhány szót azért ejtenék Szombathelyről. Szombathely Vas megyének a székhelye, és Nyugat-Dunántúl egyik gazdasági és szellemi centruma. Róla nem lehet elmondani, hogy szellemileg azért ott vagyok a toppon, de rajtam van a diákolimpiás póló, ez sokat dob mindenet. Vásároljatok meg, és ott van a link a leírásban. Van egy nagyon jó weboldal és egy applikáció, amely a nevezetességeknek a megismeréséhez. Kíván segítséget nyújtani nektek, skacok! Ez a weboldal a www.szombathely.hu, illetve a szombathely.hu alkalmazás. Ez azért jó, mert ennek az alkalmazásnak a segítségével nagyon könnyedén megtalálható a szálláshelyetek és a versenyhelyszín is. Van benne navigáció is. Navigation. Térjünk át az időpontokra, a programokra, hogy mi és hogy lesz. Mit nyikorogsz? Mit nyikorogsz? Ne nyikorogj! Május 10-én, azaz pénteken, 11 órától lesz a regisztráció, 11.30-tól elkezdődnek a stadiontúrák, 16 órától lesz a megnyitó, 18 órától szintén stadiontúra várható, és 20:00-kor lesz a sorsolás. Szombaton megindulnak a mérkőzések, 9.30-tól 6-ig fognak tartani, azaz 18.00-ig, és ezeknek a csoportmérkőzéseknek az eredményeit a www.doeredmenyek.hu weboldalon majd megtaláljátok. Május 12-én, azaz vasárnap 8.30-tól 12.30-ig helyosztó mérkőzésekre kerül sor, és 13.00-kor lesz az eredmény hirdetés, kiderül ki lesz a Király Sport létesítménybe. Yeah! Yeah! A versenyen fényképek is fognak készülni, amelyek fel fognak kerülni minden este a Diákolimpiának a Facebook oldalára. Tehát ne felejtsetek el csatlakozni a Facebook eseményhez, és rákattintani még emellett a like gombra is ott Facebookon, és kövessetek be minket Instagramon is. Ennyit szántam volna ebbe a kis beharangozó videóba, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nem sokára találkozunk, remélem, hogy majd jobb körülmények között, mármint az időjárás tekintve. Addig is sziasztok! Itt van, gyerekek, ezt kell megvenni. Ezt kell itt megvenni, milyen jól néz ki, nem? Te tök jól néz ki.